Fontos döntés elé állítja a polgárokat a közelgő európai parlamenti választás. Első alkalommal az anyaország határain túlélő kettős állampolgársággal rendelkezők is véleményt nyilváníthatnak, hangsúlyozta Varga Judit. Az Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkár továbbá azt mondta, napjainkban az ideológiai kérdések jelentik a választóvonalat Európában, míg korábban a társadalmi és gazdasági kérdések terén volt megosztottság. A kontinens jövője nagyban függ attól, hogy a következő években milyen döntéseket hozunk, milyen irányba indulunk tovább. Magyar részről alapvető fontosságúnak tartjuk a nemzeti kultúra, a nyelv, a nemzettudat megőrzését, a családok támogatását. Számunkra éppen ezért nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy idén először az unió területén kívül élő magyar állampolgárok és élhetnek az európai választójoggal, és részt vehetnek Európa sorsának alakításában. Nekünk kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági magyaroknak azt kell támogatni, ami megtart minket, a nemzetet, hangsúlyozta Pásztor István. A nemzethez tartozás kettős helyzetet teremt, mert a szülőföldünk által nem is, de nemzeti hovatartozásunk alapján az unióhoz is tartozunk, emelte ki a VMS elnöke. A mai ünnepre hangolódva nem engedünk a 48-ból, támogatjuk az egyetemes magyar nemzetet képviselő, az idők szavát meghalló, történelmi tapasztalataiból okuló, jó szomszédságra építő magyar politikát, mert csak azt tesz bennünket, kisebbségben élő magyarokat képessé arra, hogy ebben az újra rendeződő Európában és az EU-nak kiszolgáltatott, hosszan, méltatlanul és méltánytalanul erőszobáztatott Szerbiában érvényesíteni tudjuk érdekeinket. A program hivatalos részét követően ünnepi műsor következett. Az E becses zászlónak a hazának című összeállításban vajdasági zenészek, táncosok és versmondók közreműködtek.